Megnyitotta kapuit a győri vásárcsarnok, már is több százan vásároltak az épületben. A zöldváros kialakítása projekten belül egy korszerű gépészeti technológiával rendelkező csarnoképület valósult meg. Az esélyegyenlőség jegyében mozgáskorlátozottak közlekedését segítő lifteket építettek be, valamint mozgó lépcsőket is kialakítottak a szakemberek, amelyek lehetőséget adnak az emeleti terek jobb kihasználására. Ezeken kívül azonban másra is odafigyeltek azért, hogy tényleg zöld város lehessen Győr. Van egy óriási tölgyfánk, ami 60 éves biztos, hogy elmúlt, de már lehet, hogy közel 80 is van, amit nem vágtunk ki, hanem a parkoló lemez gyakorlatilag körbe fogja. És talán még emlékeztetném a közvéleményt arra, hogy tavalyi évben olyan 11 néhány darab fát ültettünk át, amik útba voltak a projektnek, és egy nagyon egyedi technológiával, gyakorlatilag gyökér rendszerrel ültettük át, ami Győrben gyakorlatilag még régebben sohasem volt. Az ünnepélyes megnyitón dr. Fekete Dávid, Győr város alpolgármestere azt mondta, az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházása ért a végéhez. 4 milliárd forint körül összeget tudtunk elkölteni a vásárcsarnok teljes körű felújítására, szinte egy új épületnek az építéséről volt szó egyébként. Aztán emellett építettünk egy közel 300 férőhelyes parkolóházat, odafigyeltünk a zöld környezetre, rendeztük a környezetben lévő közösségi tereket, tehát azt hiszem, egy olyan beruházás sikerül ma átadni a győri, amely valóban minden igényt kielégít és a helyi lakosság érdekeit szolgálja. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, erre a felújításra már igazán szüksége volt a győrieknek. A korábbi 3 évtizedben egy szűkös helyszínen parkolási problémákkal küzdve kellett vagy lehetett vásárolni itt a Herman Otto utcai vásárcsarnokban. A forrásokról szeretném megemlíteni, hogy mintegy 3,6 milliárd forint központi forrás érkezett, tehát kormányzati döntés alapján az úgynevezett TOP programban, a településfejlesztési operatív programban, amit természetesen a város egy jelentős összeggel egészített ki, és ennek eredményeként valósulhatott meg ez a beruházás, és lehetünk itt. Az átadón Radnóti Ákos is felszólalt, Győr város alpolgármesterek köszöntő beszédében Nádor város ütemes fejlődését hangsúlyozta. Nagyon szépen köszönöm, hogy kitartottak ebben az egyében, de igyekeztünk minél gyorsabban megoldani ezt a vásárcsarnok kérdését. Itt vagyunk valóban egy 21. századi modern vásárcsarnokban, és mellette egy fantasztikus parkolólemezben. Azt gondolom, hogy sikerült ezzel olyan fejlesztést végrehajtani itt Nádorvárosban, ami minden lakó érdekét szolgálja, de nem csak az övükét, hanem az összes többi városrészben élőjét. Egy kedves történettel kezdte beszédét az ünnepségen dr. Dézsi Csaba, a városrész képviselője és a Petszaladár kórház kardiológusa. Óriási élményért, amikor bejöttem ide a vásárcsarnokba ma reggel, mert egy hölgy megállított és azt mondta, hogy főorvos úr, 8 éve élesztettek újra, amikor meghaltam, és ma itt lehetek a vásárcsarnoknak az újraéledésénél is. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb öröm és élmény nem érhet egy embert, aki orvos is és politikus is, hiszen Nádorváros szívében lévő vásárcsarnok az mindig is az embereknek egy találkozó helye volt, ahol nem csak vásárolhattak, hanem beszélgethettek is egymással. Az új, akadálymentesített csarnokban 51 üzletet alakítottak ki, 10 egységgel több, mint az átépítés előtt volt. A piac téren pedig az őstermelők már sokkal jobb körülmények között értékesíthetik a zöldségeket és a gyümölcsöket. Én még az édesanyámmal a Dunakapu térre jártam piacra, és onnantól csak olyan volt részem, hogy a szabad ég alatt árusítottam, és ez nagyon hosszú idő volt. Az új sátor piac tér, vagy amit ugye, mikor ezt bezárták, hogy oda mentünk, akkor volt először fölél a fejem fölött a piaci árusítás során. Most ez a fenomenális, gyönyörű, és örülök neki, hogy még ebben részt vehetek. Sági Géza, a Győr Szól ZRT vezérigazgatója híradónknak elmondta, az ideiglenes csarnoknak nagy szerepe volt abban, hogy a vásárlók és az eladók végezhessék a megszokott tevékenységeiket a felújítás alatt. Nyilván azzal, hogy az új épület elkészült, okafogyottán vált, az árkakolás nagy rész megtörtént, és 20-a környékén gyakorlatilag elkezdjük a sátornak a bontását, majd átadjuk a munkaterületet a Győrváros beruházóinak, illetve a kivitelezőknek, és valamikor jövő év első fél évében készül el az Adidomb, ami egy játszótérrel, meg egy ilyen közösségi térrel fog kiegészülni.
A csarnok épülete közvetlen kapcsolatban áll a parkolóházzal, amelynek használati díja is véglegessé vált. Most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 200 forint a parkolóháznak óránként a díja, de az első óra ingyenes. Tehát aki ide jön vásárolni autóval és egy óra alatt el tudja intézni a dolgát, akkor annak gyakorlatilag térítésmentes. A vásárlók körében is nagy az öröm, hogy mostantól egy igazán kultúrált környezetben tudják megvenni az élelmiszereket. Nagyon tetszik. Hát talán a vásárosoknak is könnyebb lesz itt majd, hogy nem fognak itt a téren itt fagyoskodni majd. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen szép lett ez a környezet. Reméljük, hogy jó is lesz árban is. Régi csarnokot is ismertem. Nekem nagyon tetszik a tömbje is, hogy egybehúzták a parkolóházat, és megjelentek rajta a színek. Nagyon jó, hogy a belső korábban nyitott udvart lefették, megnőtt a tér, nagyon jó a megközelítése a szállítók részéről is, mert be tudnak állni autóval, a kis kereskedők utcájon majd kivirul Karácsony környékén, és ez egy nagyon jó a park is a mellette. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hasznára válik a városnak, és éppen itt volt az ideje, és jó munkát végeztek a szervezők, kivitelezők, és a kereskedők is az együttműködésükkel. A csarnok kedden, csütörtökön és szombaton 6 és 15 óra, szerdán és pénteken 6 és 17 óra, vasárnap 6 és 11 óra között tart nyitva, viszont hétfőnként továbbra is zárva lesz.